2002-ben indult a Múzeumok Éjszakája, hogy azokat is becsalogassa a kiállító terekbe, akik ritkán járnak múzeumba. A rendezvény minden évben széles körű összefogás eredménye. A kulisszatitkoknak a felvillantása volt ennek az éjszakának a lényege, és azóta ez folytatódik is, és olyan partnereket is mindig választunk, akik valamilyen úton módon mégiscsak köthetőek a múzeumi világhoz. A látogató számot tekintve Szombathely tavaly 15. lett az országos rangsorban, idézte fel Horváth Soma alpolgármester. Remélik, hogy idén is hasonlóan nagy lesz a siker. Az ötvös címmel új kiállítás nyílik a Szavária Múzeumban, mely a Berger és a Németh család tevékenységét mutatja be. Délután veteránautók vonulnak fel, a múzeumpark bemutatók és ékszerkészítő workshop helyszíne lesz. A Schmidt Múzeumban az Örökségünk a madarászok című tárlat köré szerveződnek a programok, fókuszban Petőfivel és a szabadságharccal, kiegészülve Holdosi Attila és Újvári Tíme a koncertjével, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. A képtárban a 70-es évek művészeti életén lesz a hangsúly, de szó esik például a 3D nyomtatásban rejlő művészeti lehetőségekről is. A Schrammel gyűjteményben minden a kerámiáról szól, bemutatnak majd egy látványos redukciós égetést. Az Ízeumban pedig a víz a fő téma. Mit adtak nekünk a rómaiak? Természetesen vízvezetéket. Na de ez, hogy Szavária esetében, vagy az Ízeum esetében ez hogy nézett ki, ezt azért kevesen tudják, és végképp kevesen tudják, hogy az anyaváros, az Ulps Róma vízvezetékei hogyan működtek. A levéltárban a szilveszter nyomdát bemutató új kiállítást lehet megnézni. Az érdeklődők bepillanthatnak a raktárak régi dokumentumaiba, az egykori vármegyei börtön celláiba, és szabadulószoba is várja őket. A MÁV igazgatóság Szél Kálmán utcai épületében az egykori római gabonaraktárat, a légúpincéket, gőzmozdonyt és az üzemirányító központot is meg lehet nézni. Új partner a Múzeumok Éjszakáján a szombathelyi börtön. Előzetes regisztráció után két turnusban látogatható az intézet. A Szavária Múzeumtól és a képtár elől rabszállító kocsival is el lehet jutni a helyszínre. A lehetőség lesz arra, hogy különböző kényszerítő eszközöket kipróbáljanak, fogatartati zárkát megtekintessenek, és gondolok itt akár speciális biztonságú zárkára is. Az Irokész galériában a Hiányzó láncszem címmel kiállítás nyílik Tóth Endre titokban készített festményeiből. A helyszínek egy karszalaggal látogathatók. A Múzeumok Éjszakáját megelőző hétvégén, június 17-én a Múzeumfaluba várják a látogatókat a Szerelmes tüzek, lakodalom a Vasiskanzenban című programra.